itt laknak, ebben a bődületes nagy épületben, azoknak saját medencéjük van, nem kell lemenni pár száz métert a strandra, láthatnak pálmafákat, napsütést, és minden jót. Persze a tenger az más, mint egy édesvízi medence, de ha csak kékelsz az ágyból, aztán leugrok gyorsan, úszom egyet, az tök jó, azért nem, az bírnám. Na, hát meg a tenger azért az más feelingje van. Most lenézünk oda akkor. Hát ez tök jó, eljöttem idáig. Ugye itt van a tenger már mellettem, viszont ha elnézek arra, hallod, úgy beborult és dörög villámlik, hát lehet, hogy el fog kapni valami hihetetlen nagy zuhi. Az lesz a nagyon durva. Azt írja a forgó, Marina Dor, Ciudad de Vacaciones, vagyis a vakáció, vagy a nyaralásnak a városa. Hát akkor valószínű, ilyen helyre tévedtem. Na, ezt lehet irigyelni, tengerparton, napozgatni, napágyban, üldögélni, élezni a szellőt, és ha úgy kívánja a sors, akkor megcsobbanni a tengerben. Hihetetlen jó, bírom. Megpróbálok lemenni oda. Ja, várjál, valamit írnak, hogy csak pakkisban lehet menni. Cipőben nem, mindjárt megnézem, mert itt van használati utasítás a strandhoz. Ide van kiírva minden mit és hogyan szabad csinálni. Gyerünk, nézzük meg. Maszk az ki van rakva, hallott, hihetetlen. Nem azt írta, hogy papucs kötelező, hanem hogy mindig használjál valami lábbeit, hogyha lemész oda, nehogy elvágja a lábadat. Ja, a WC használata előtt meg kell mosni a lábat, mi van még gyorsan, ami egy irányú az út, ami itt van, ez a fa járda, az egyik oda, a másik meg vissza, nehogy legyen kontaktus, szemetet a szemetes kosárral, 4 órát lehet maximum tartózkodni a tengerparton. Hát azt nem is értem, hát egész nap akar valaki napozni, azt nem teheti meg. Nem tudom. Na, lesétálok oda egy kicsit homokba. Ez a kemény, nem itt futni a tengerparton. Az azért jó, nem?
Csörög a kulcsa. Hát ha már ide lejöttem, akkor nincs más hátra, mint élvezétek a tengernek az zúgását, és nézzétek egy kicsit a hullámzást. Megnyugtatja az embert, meg kikapcsol. Tessék, itt van egy perc tenger. Jó volt? Hát ilyen ez a földközi tenger. Ide petézett a dinoszaurusz, figyeld! Látod? Itt vannak a dinoszaurusz tojások. Jaj, de bírom ezt az elektromos rollert. Gyorsan eszembe jutott valami, nagy örömmel szoktam megosztani olyan dolgokat, vagy képeket, hogyha találkozok valakivel, így utam során, és akkor azt hát megosztam, mert az egy öröm forrás, és nem tudom, tehát ha annyira elvesztem a hitemet az emberekben, amikor olyannal találkozok, mint például a múltkor. Megosztottam egy képet, találkoztam valakivel, és nem is említem meg, nem is akarom beazonosítani. Találkoztam valakivel, kiraktam a képet. Hallod, mekkora büdös parasztnak kell lenni ahhoz, hogy valaki olyat írjon oda, ami bántó vagy sértő arra nézve, aki a fényképen szerepel. Gondoljatok bele, hogy én találkozok egy idegen emberrel, összeismerkedünk, beszélgetünk, tök jó fej, és én ezt örömmel teszem nyilvánosságra, mármint az én oldalamon, és jön egy búsparaszt, buzi, már azt kell, hogy mondjam, érted, és odaír olyat, amin maximálisan felháborodok, és a hátamon feláll a szőr. Abban a pillanatban töröltem a kommentet, és tiltottam az embert, nincs bocsánat, meg nincs semmi, tehát én nem fogok gondolkodni ilyeneken, és innen üzenem, hogy elmehetsz a büdös picsába, hogyha ennyi intelligencia van benned, hogy ezt így és ilyen úton, módon csinálod, embertelen, de komolyan mondom, tehát nem, ne köpni nem tudok embereken, hogy miket művelnek. Úgy és olyan embernek, aki nem bántotta hozzá az életben, nem szólt hozzá, eszméletlen, de komolyan. Ráadásul nincs is gyereknek neve, ugye, mert valami buzi nevet adott meg magának, tehát még magát se vállalja fel, úgyhogy ezért nem is mutatom meg, mert nincs jelentősége. Úgyhogy hát ezt csak így el akartam mondani, jó? Tehát, hogyha valakinek nem tetszik ez, hogy én megosztok ilyeneket, akkor hagyja már el az oldalamat, legyen kedves, és ne is kövesse meg, ne nézze, mert ennek nincs értelme, én szerintem. Ja. Úgyhogy én kérek elnézést attól, akihez ez szólt, vagy akihez írták a kommentet, nagyon sajnálom és nagyon szégyellem magam. Ez miatt elnézést kérek. And the thing is that these scars are scary, but they are just small scars. We should never be afraid of them. You and I know when we are too far apart. Látod a felirat felett a bolt? Hopp, Herman. Everything just falls apart. So I just close my eyes.
Jó reggelt kívánok, itt a cég mellettem. Eljöttem 120 kilométert körülbelül a tengerparttól. Itt rakodom, most 8 órakor, és Lengyelország a cél. Mindig vannak meglepetések, és nagyon örülök neki. Látod előttem a motor mit csinált, hogy parkolt be. Hál' Istennek mögöttem van hely. Volt olyan kultúrát az ember, hogy úgy állt be mögém, hogy hátra tudjak tolatni. De ez a motorosról nagyon nem mondható el, én szerintem. Tehát kis távolságot hagyhatott volna még. Előszeretettel csinálják a spanyolok, hogy ráállnak a másikra. Nehezen tudják kitolatni, nem tudom a miértjét, de nyilván megoldható ez. Egyszer volt ugyanilyen, ezt elmesélem. Egy kollégánk ugyanígy ráálltak a spanyolok elől, hátul neki. Hát valahogy megoldotta, de bosszúból összeszedett ilyen nagy köveket is. Aki okozta neki a problémát, annak a hátuljához és az elejéhez oda pakolta a köveket, hogy ne tudjon kiállni tőle. Ügyes volt és okos. Na jó, már bemegyek a portára. Megkérdezem, hogy mi a tökön van. Gyerekek. Megvan a dolog, beregisztrált a postás. Most akkor ki kell állnom innen, ha? Fölborítaná a motoros, milyen jó lenne, vagy a motorját. Na, mehetek be, a hatost kell keresnem. Be kell menni balra. Aztán... Ha észreveszi, hogy itt állok, akkor kinyitná az ablak vagy az ajtót, mi ez a sorompót. Csak annyira regisztrálnak, hogy nem veszik észre, hogy valaki itt áll, az előbb is itt áll egy kamion. Azt már dudált, hogy engedjék már be, hát most olyan jó az a bokor, különben ott nem lát tőle semmit. Nem lát ki az ablakon a bokortól, csak a fél ablakon. Na, minden igaz, két palettát kell elrántanom. Na, el kell menni erre. Aztán a hatos kell keresni, ha ide jól süten ez a nap. Nagyszerű. Megvakulok. Hát akkor az elkezdő pár nap, ma holnap munkával fog eltelni. Elég nagy kontraszt, nem? A tengerpart után. Jaj, kösz majd. Túl sok esélyem nincsen sem erre se elmenni. Egyszer jártam már itt, és most hihetetlen nagy öröm, de el tudom mondani nektek, hogy itt, amit pont szembe van ajtó, itt rakottam, vagy a hármasnál, azt most nem tudom. Valahol itt a kettő között. Na most itt miért erre, és a legvégén lesz egy hatos. Meg jobbra kell menni. Hopp, egy bukkanó. Ez minek hallod? Ne száguldozzak. Én értem, hogy ne száguldozzak. Jaj, a maszkot fő kell venni, mert meg van bolondulva mindenki. Jaj. 4-es, ki van rakva, hogy 4-es, de nekem nem az kell. Ott van, látod, ez fölület az a 6-os arra van. Na, jó fejek, látod, itt legalább lehet közlekedni, nem úgy itt a Mercedesnél, Vitoriában. Minden buzi szám fő van festve, csak az nem, ami kéne. Na, mondjuk remélem, hogy most a szóló kargá, így deszkargá. Most ez lehet a 6-os, vagy nem? Ezt most így nem nagyon vágom. Ide most pont nincs kiírva. Hát. Megnézzük a másikat akkor. Szerintem itt lesz a 6-os valahol. Tök, hogy eddig ki volt írva, most már a végén nincs. Előbb
előbb kapták a dicséretet, mint ami kijárna el. Aztán... Most mit csinálják? Hova a tökönbe álljak, de komolyan? Kettő és fél órát várakoztam ezen a remek helyen azért, mert a portás azt mondta, hogy jöjjek a hatoshoz, és itt van a hatos, itt látszik, hatos rámpához. Én idejöttem, itt vártam, leszettek három kamiont, úgy, hogy közben hozzám senki nem szólt, hogy miért állok itt papírral a kezemben, meg mi ez mellénybe. Aztán végül meguntam, mondtam az embernek, aki itt jött, ment targoncával, hogy most mi a tököm van. Azt mondta, hogy mutogatott arra. Úgyhogy elsétáltam arra, hogy találtam egy irodát, bementem, és láss csodát, ott volt a cucc. Hallod, hát ekkora hülye nem lehet egy portás, de komolyan, de még a targoncás sem, hogy arra nem méltat egy embert, egy idegent, hogy megkérdezze tőle, hogy mit akar. Tehát gyakorlatilag majdnem három órát vártam erre a remek árura. Itt van-e? Kettő ilyen, valamilyen keret lehet, egy kék meg egy fehér, illetve ott van egy doboz még, egy pár kiló, ezt kell elvinni Lengyelországba. Döbbenet. És ezért már majdnem kiugrott a hajam, olyan ideges voltam az egésztől, hogy itt kell várakoznom, és senki nem szól hozzám. Hát nem tudok. Nem tudok szavakat hozzátenni, úgyhogy most elmegyek vissza az irodához, ott csinálják meg a CMR-t, aztán akkor elviszem ezt a remek árut Lengyelországba. Nem tudom, mostanában olyan érzésem, hogy Spanyolországban kifogom a szar helyeket, vagy nem tudom, a lerakásom is nagyon bődletesen szar volt. Az is a bajom, körben hihetetlen meleg van, nyűgös vagyok. Na menjünk akkor oda, a 8-asnál van különben, ha valaki jön ide, akkor egyből menjen a 8-ashoz, ne foglalkozzon azzal, hogy a portás mit mond, ahogy mutatja a térkép, hogy a 6-os az első felrakó rámpa, azon még tovább kell jönnöd, 2-t, és itt van a legvégén a 8-as, ezt jegyezni meg, jó, hogy a 8-as, és ott van bent az iroda. Most valahol leparkolok itt aztán. Hihetetlen, de komolyan. Nem is tudom, hogy hova álljak. Hát csak itt megállok, megfordulok. Megfordulok itt, aztán megállok itt az út közepén, aztán nem jöttek el semmi sem, nem? Na, akkor itt most visszegy be CM-et, mert azt sem mondta, hogy van neki, vagy nincs neki, tehát semmi ilyesmiről nem nyilatkozott.
Itt a bizonyos hatos, ahova a portás küldött. Itt vártam 2,5 órát, és arra kellett elmenni a 8-ashoz, ott van az iroda. De figyeld, most végeztem 3 óra alatt, mennék ki, és tessék. Nem fér el a kamion a furgontól. Kézzel tolják arrébb. Hihetetlen. És most nem tudok kimenni, most majd tolathatok, majd jön a kamion. Embertelen, de komolyan mondom, egyszerűen nem hiszem el. Ameddig a szem ellát itt Valencia környékén, ha nézel balra, végig vagy jobbra, mindenhol csak narancsfa ültetvényeket vagy ligeteket látsz. Sajnálatos módon most nincsen megérett narancs. Most növekednek a picik, ugye ezt november környékén szokták szüretelni. Nézd meg itt is végig. Kis narancsfák ültetve frissen. Másik oldalon végig ott vannak. Mennyi! Hát, muszáj voltam megállni. Nem a pálmafa miatt, meg nem ezek miatt, ahol itt tudok áldogálni, meg nem ez miatt, hanem az miatt, hogy a tenger az itt van mellettem. És van part. Le lehetne menni, strandolni. Kicsit megnézem közelebbről, hogy milyen a hely. Azt, ha kiderülne, hogy nem kell sietnem Lengyelországba, tehát lenne rá időm, akkor még meg is tudnék itt mártózni. Szerintem. Amúgy itt nincsen strandrész, csak arra, ott lehet látni, ilyen köves. És mondjuk itt elég durva hullámok vannak, az látszik, hogy föl van kavarodva a víz, tehát nem tiszta. Ide most én kimegyek, remélem nem szakad le alattam ez az egész szerkezet, mert akkor beszarok. Ja, ha oda leugranék, akkor itt tudnék pancsolni, mondjuk elég nagy a... Zsú, gyerekek! Hallottad? Aztán! Ilyen hangja van. Csak úgy morog. Fúj a szél is egy kicsit. Na mindegy, szóval itt nem lehet strandolni, viszont ott van egy strandrész, egy... Hát ott láttam, majd szoktak strandolni, mert voltak a strandolók. Most az az igazság, hogy várnám a választ a... Ott annak a fehér sirályok, milyen szépek. Jaj. Várom a választ a főnökségtől, hogy most rohannom kell, vagy nem kell rohannom. Éjte de! Ja, csinálok egy fotót azért. Hát, nem akartam megmutatni. De nem lenne igazságos, nem? Hogyha nem mutatnám meg, vagy nem beszélnék arról, hogy megfülettem a földközi tengerbe. Találtam egy hihetetlen jó parkolót, illetve strandrészt. Sehol senki. 2 autó van erre, én állok itt. Illetve ott még talán van még egy autó, de az lehet, hogy itt dolgozik.
illetve egy lány napozik. Sehol senki, gyerekek. Hihetetlen nagy hullámok vannak, és nagyon élveztem. Nagyon régi éreztem magam milyen jól egyedül, mert hogy hát akkora hullámok vannak bent, hogy hát nevettem rajta, hogy elkapott, meg fejbe vágott, meg sodor tovább, illetve lenyomott a víz alá. Nagyon bírtam. Kiázott a kezem, illetve az ujjaimnak a vége elázott, meg be is dugult a fülem, úgyhogy most nem is tudom, hogy milyen hangosan beszélek. Hát itt van, itt fülöttem. Hát nyilván nem megyek be most kamerával, mert hát azért féltem a kamerát, de látszik minden. Ez a valóság. Pár métert kell bemenni különben, addig elég ilyen zavaros a víz, fölkavarja a homokot. Amúgy ilyen buzi kavicsos a part, de nagyon nehéz rajta menni. Nagyon köki a lábad, papucsal eljössz ideig, az tök jó. Aztán egy pár métert még mész a vízben a kavicsos részben, de a homok következik, majd mélyül az egész dolog. Nagyon jó a víz hőfok. Nem voltam szerintem fél órát, és hihetetlenül kellemes a víznek a hőfoka. Itt kint viszont 30 fok van most. Kicsit fúj a szél, de amúgy brutál jó volt. Hát szerintem én még nem is voltam ilyen olyan strandon, ahol ennyire nem voltak emberek, pedig még őr is van, tehát látom, hogy ott ül egy ember az épületeknél. Látod, ott van egy épület, lehet, hogy az régen étterem volt, vagy ilyen mosdó, WC, meg ilyesmik vannak ott. Na hát ennyi akkor innen a tengerpartról. A víz kimarta az orromat, meg a gigámat, a gégémet. Ja, kimarta a sós víz. Néha tényleg úgy nyakon vágott a víz, hogy elmerültem, azt sem tudtam, hol van az előre. De jó volt, különben ajánlom mindenkinek a tengert, akik nem tudnak úszni, vagy nem olyan bátrak a vízben. A sós víz az fenntart, és nem süllyedsz olyan könnyen, bár persze a hullámokkal vigyázni kell, mert le tud vinni, de fel is dob. Úgyhogy bátran ajánlom azoknak, akik hát tényleg nincsenek az úszás magaslatán, meg a gyerekeknek is, vigyázni kell rájuk persze. Fú, nagyon durva a gyerekek, nagyon jól esett. Most szívem szerint mennék vissza még a vízbe megint, és akkor pancsolnék. Most meg kell várni, amíg megszárad a gatya rajtam, vagy pedig lecserélem. Ezt még mindjárt eldöntöm, hogy mit csináljak. Most azt kéne különben, hogy kiteríteni egy pokrócot ide, és napozni egész nap. Úszni, napozni, vacsora, úszás, napozás, aztán elmenni haza. Irigylem azokat, akik itt élnek. Ennyi, hogy ide lejönnek, megmártoznak, hazamennek. Nagy királyság, és ez felháborít engem, hogy valakinek ilyen jó dolga van. Na, ennyi volt akkor innen Ibizáról, aztán megyek tovább mindjárt, vagy valamit kitalálok, még eszek is. Ja, ebédidő van. Ez. Hát tudod, mi ez? Hallod, műanyag héja van a sajtnak, és én azt megzabáltam. Azon gondolkodom, hogy nálunk a Lidlik, azok miért nem ilyenek, mint ez a pazar francia Lidli pálmafákkal, hihetetlen szép parkoló részekkel. Most olyan kettetlen vagyok, veletek is szokott ilyen lenni. Ha szedek egyet és megszárad, akkor csinálok belőle... Mit csinálok belőle? Szivart.